Kovács Kálai lesz, aki már érkezik hátulról. Aki a nem ütében többen lehet olyan kísérletet fognak bele, mert nagyon magasokon vannak fejünk, ez egyik is egy ilyen. És még ideje az egy kis készítem, átad ki aztán a csomagot. Köszönöm szépen, sziasztok, jó estét kívánok, Kovács Gábor vagyok. Repülő modellezéssel hobbi szinten foglalkozunk hát több mint 10 éve, és a projektünk is ehhez kapcsolódik. Gondolom a Red Bull féle sztratógrást majdnem, hogy mindenki látta. Ezzel tudnék egy gyors párhuzamot mondani. Ugye ott ember volt fent a 30 km-es, több mint 30 km-es magasságban. A mi projektünk célja, hogy modellrepülőgépet juttassunk fel ebben a magasságban egy héliumballon segítségével. Most ez a repülőgép, ez nem egy átlagos modellrepülőgép, nem tudom, hogy az FPV repülésről hallott-e már valaki, ez a first person view repülés tömören annyit tesz, hogy virtuálisan van vezetve a repülőgép. A repülőgép fedezetben videókamera van, videóadóval, és mi a lesugárzott kép alapján vezetjük ezt a repülőgépet. Azt mondja, hogy repülőgép. Maga a repülőgép az kereskedelmi forgalomban kapható sárkány. Ez habból készül. Elég könnyen lehet hozzájutni a tesztpéldányok. Igazából nem egy repülőgépre van szükség, hogy eljussunk ebbe a magasságba, több tesztrepülést kell, hogy végezzünk. Ebből kettőt már megcsináltunk. A másik nagyon érdekes dolog, hogy ebben a magasságban a hőmérséklet és nyomásviszonyok teljesen mások, mint a földközeli rétegben. Így minden egyes alkatrészt, ami a fedélzeten van, és még a sárkány szerkezetet is tesztelni kellett ezekre a magassághoz tartozó nyomás és hőmérséklet viszonyokra. A repülőgép, hát így néz ki, ez az, amit boltban meg lehet kapni, és ami a teszteken maximálisan megfelelt a célnak. A repülőgép az egy közel 80 centi szárnyhasztávú, tehát egy elég kis repülőt kell elképzelni, Helapor nevezetű habból készült. Nyílt cellás habrendszere van, ami azt jelenti, hogy vákum tartályba behelyezve is bírja az alacsony nyomású közeget. Fedélzet elemei. A fedélzeten, láttam, hogy 2,5 percet beszéltem, az a baj, hogy ez annyira komplex ez a projekt, hogy ez 5 percben sajnos nagyon-nagyon jó hét a fél bele. Megpróbálom nagyon rövidre fogni. A repülőgépen 3 kamera van elhelyezve, meghajtást nem tartalmaz a repülőgép, tehát úgy, mint az űrsikló fog hazatérni kézi, illetve robot irányításával. A fedélzeten lévő robot az csak akkor lép be a képbe, hogyha az irányítással bármilyen problémánk lenne. Ezen felül a fedélzeten hőmérséklet nyomásérzékelők vannak még pluszba elhelyezve, és 2 darab videóadó van még fönt, 3 darab kamera, mindhárom kamerának a képe élőbe kapcsolható, tehát mind a 3 kamera képéből lehet vezetni. Ezen felül ezek a kamerák, ezek HD-ban is kártyára rögzítik a teljes repülést. A két videóadóhoz tartozó 2 darab antenna, ami a fedélzeten van, az 2 különböző polarizációval van fölhelyezve a gépre, ugyanis a fölfele úton teljesen másképp áll a gép, mint amikor repülés közben, tehát visszatéréskor áll. Ezen felül, ami a legnagyobb problémát okozta egyébként, nem csak mi próbálkoztunk ezzel, vagy próbálkozunk ezzel, hanem tudunk egy svájci csapatról is. A legnagyobb ellenségünk, ha hiszitek, hanem a melegedés. A videóadókban lévő erősítő végfog melegszik el, attól függetlenül, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet az 20 km-es magasságokban van mínusz 55-60 fok. És mivel a levegő sűrűsége annyira alacsony, így a légüzés nagyon-nagyon nehezen megoldható. Erre építettünk mi egy száraz jéggel hűthető vákumkamrát, amiben ki tudtuk tesztelni
az adott magasság és hőmérséklet viszonyok mellett, hogy a fedélzeten lévő rendszer működőképes legyen. Továbbá figyelembe kellett vennünk azt is, hogy a nagy magasságunkban ugye hirdatlan hideg van, és az elektromos alkatrészek hát általában -10, -20 fok alatti hőmérsékletet nem nagyon szeretik. A repülőgépen lévő kabin nem túl nyomásos, de valahogy temperálnunk kellett ettől függetlenül a kabinnak a hőmérsékletét, ami teszteléssel sikerült is. Azt mondja, hogy erről a kamerákról beszéltem. Igen. Az élő videókép, ami lejön a földre, ami után vezetjük a gépet, még egy on-screen display-jában megtoldva, tehát a repüléssel kapcsolatos összes adatot, úgy mint GPS alapú magasság, barométrikus alapú magasság 16 000 méterig, a haladási sebesség, a haladás iránya, az akkumulátoroknak a töltöttsége, ezeket mind látjuk az élőképen. Ez az első verziós on-screen display-ünk volt, azóta már nagyon sokat változott a maga a kijelzésünk, mert ez a kijelzési mód már azért változott, mert már robot került a gépbe, tehát innentől kezdve műhorizontot is látunk. Igen, egy perc is befejezem, mondtam, hogy nagyon bonyolult a dolog. A videók adókról is beszéltem, azt mondja, hogy az akkumulátor teljesítménye úgy van kiszámolva, hogy a balondon a fölfele haladás ideje körülbelül 110 perc, az alatt áram alatt kell ugye a gép összes elektromos rendszerét tartani, és a lefele út az hát az is időjárás függő, de az durván egy ilyen fél órára van tervezve, tehát ezt az időt mindenképp ki kell mérni a fedélzeti akkumulátoroknak. Igen, biztonsági elemek. Mivel ezt hivatalosan szeretnénk megcsinálni, ezt a tulajdonképpen rekordkísérletet, mert ilyen magasságban még nem volt modern repülőgép, és ilyen sebességgel se fog lejönni. Durván egy ilyen 900.000 km/h sebességgel fog ez a gép a felső 10 km-es szakaszban haladni, mivel a légsűrűség annyira kicsi, hogy ilyen sebességet fogunk tudni elérni a repülővel. A biztonsági elemeket, mivel a hungarokontrollal is tárgyaltunk kezükben, ezt ők kérték. Az első biztonsági elemünk az a robot irányítás kivaradás esetén a gép automatikusan hazajön a felszállás pontjára. Illetve tartozik még a géphez egy mentőernyő is, ami bizonyos feltételeknél nyílik csak ki, tehát hogy személyi, illetve vagyoni kártyát ne tudjuk okozni ezzel a repülővel. A távirányítás az 443 MHz-en történik, ezek tesztelése már Földön megvolt, papíron, számításon több mint 80 km tud a rendszerünk, egy 40 km-es stabil tesztet csináltunk vele, és nagyon megbízhatóan működik. A földi állomás az tulajdonképpen egy diverzitis videóvevő rendszer, ami minden, tehát a gép bárhogy polársíkot vált, mindig látjuk azt a képet, amit lesugároz a repülő. Ez is statikusan 40 km-ig volt letesztelve, élesben 10 km-es tesztünk volt, ami sikeres volt. A tesztelésről beszéltem, hát ez a fénykép, ez a házilag összebarkácsolt száraz égen üthető vákuumkamera, ezt 72 fokig tudtuk leüteni, és olyan nyomást tudtunk benne előidézni, mint ami a 30 km-es magasságunk van. Én szerintem itt most befejezem, mert a lényeget elmondtam, de erről körülbelül egy ilyen másfél órás előadást tudna teljes képet adni, hogy ez a projekt tulajdonképpen miről is szól. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Célja ennek a projektnek nincs, ennek csak hobbi célja van. Igazából ami cél, hogy sikeres legyen, de ehhez viszont tartozik kettő darab Guinness rekord. Az egyik a legmagasabbra eljutott modern repülőgép és a leggyorsabb modern repülőgép kategória.
Igen. Így van, az első 10 km az biztos, hogy zuhanó repülés lesz. Itt egyetlen célunk van, tehát a 30-tól 20 km-ig a visszafele esés tulajdonképpen annyi, hogy irányított legyen. Tehát, hogy a gép ne kerüljön olyan forgásba, hogy a benne lévő alkatrészek szétszakítsák a magát a sárkány szerkezeten belülről. Ezt egy pozícionáló ernyővel lehet megoldani. Igazából 1960-as években ugye Kittinger ugrott először 30 km-es magasságból, rajta volt pozícionáló ernyő, tehát mondjuk úgy, hogy ő vízszintes forgásban nem tudott beleesni. Most, ami volt a Red Bull Stratojump, ott az ember az majdnem úgy belehalt, állítólag többször el is veszítette az eszméletét emiatt. Sziasztok! Igen. Több mint egy éve csináljuk, hatan vagyunk a projektben benne. Liftszerelő, autószerelő, tehát nem a szakmánk, de van szakmánk, és nem ehhez kapcsolódva. YouTube-on van már felvétel? Van, az 5000 méteres a Vimeo-on megtekinthető, a 10000 méteres így magunk között szólva azért nem, mert nem volt legális. Tehát ott engedélyt kellett volna kérnünk a Hungarokontrolltól, de még nem volt meg. Tehát az nincs is ilyen, az nem nyilvános. Hogy találjuk meg bizonyos forrásokat? És ha már nem volt, van egy teljesítmény. Hát ebben az országban sok minden megtörtént, mert ezt nem merjük megkockáztatni a projekt sikere érdekében, mert hogyha visszakerül hozzájuk, akkor a közös életben nem fogunk erre engedélyt kapni. Tehát azt nem kockáztatjuk. Hogy találom meg a Vimeo-t? Nagyon jó kérdés, igazán egy jó. Ha felhasználóra rá tudsz keresni, akkor Gaben néven, vagy Facebookon Stratoszféra Projekt. Ugyanígy jó. Vagy stratoszféraprojekt.hu. Azon keresztül is megtalálható. Még egy utolsó kérdés? Nagyon jó a kérdés. A kereskedelmi forgalomban nem hiszem, hogy köszönöm szépen! Köszönöm.